Tisztelt képviselőtársaim! A nélkülözésben élők kevesebb kárt okoznak a bolygónak, mint a túlfogyasztásban boldogságot hajszoló, magángépekkel utazó és luxus jaktokon nyaraló elitek. A klímaváltozás árát rövid távon nem a gazdagok fizetik meg, hanem pont azok, akik a legkevésbé tehetnek róla. A fejlett országok rászoruló rétegei és a fejlődő országok lakossága. De nem csak a túlfogyasztás, a környezetvédelem és az elit kiváltsága napjainkban. Organikus ételek, elektromos autók, tetőre szerelt napelemek. Ezek olyan dolgok, ami az átlagembernek amit egy átlagember nem engedhet meg magának, miközben sokak számára a tiszta ivóvíz is luxusnak számít. Képviselőtársaim, nem várhatjuk el a tömegektől a környezettudatosságot, és hogy viseljék a klímaváltozásnak a következményeit, miközben az elitek nem hajlandóak tenni a közös célért. A jövők megmentéséért éppen ezért teljesen újra kell gondolnunk a társadalmi egyenlőség és az újraelosztás rendszerét. Olyan Európát kell építenünk, ami egyszerre igazságos és zöld. Köszönöm szépen!